a Paradicsomban nincsen gyilkosság, ugye ezt körülbelül fél óránként legalább egyszer elmondják nekünk a 44. gyermek című film szereplői, és hát ugye itt most a Paradicsom alatt a Szovjetuniót, az 50-es évek Szovjetunióját, Sztálin Szovjetunióját kell érteni, ugye hát értjük ugye, hogy a Paradicsomban nincsen gyilkosság. Bizonyára tudja, hogy a gyilkosság szigorúan kapitalista kórság. Aztán kiderül, hogy mégis van, mert hogy egy gyerekeket gyilkoló elmebeteg szedi az áldozatait. Egyedül vagy? De szerencsére hamarosan feltűnik Tom Hardy, ugye a neves brit filmsztár, és hát ugye a KGB elődjének a megbecsült embereként, egy ilyen retteget állambiztonságisként. Hát ezt róla, hogy előbb-utóbb kézre kerüljön a sorozatgyilkos, mert hát ugye ahol Tom Hardy feltűnik, ott előbb-utóbb kézre kerülnek a sorozatgyilkosok, ha csak nem Tom Hardy maga alakítja a sorozatgyilkos, de ezúttal nem a sorozatgyilkost alakítja, noha ugye a fizikuma és az egész színészi eszköztára meg lenne hozzá, és igény is lenne rá, nem? Tom Hardy most a jó fiút alakítja, hát egy ilyen hányatatott sorsú, birkózó nyakú jó fiút, ahogy azt ő szokta alakítani, egy ilyen kicsit ilyen megtört, ilyen kvázimódós mozgással, mintha még a Batmanben játszana, de ez nem a Batman, hanem a Szovjetunió az 50-es években. Jöttem, amint tudtam. Rettenetes baleset történt. Alexei fiát elgázolt egy vonat. Egy vonat? Egy rejtélyes bűnöset. Azt állítja, hogy a fiát megölték. És hát ugye azért van abban valami, hát bájos és majd, hogy nem megható, amikor ilyen, hát angolajkú színészek lemennek Szovjetbe. I've been authorized to offer you promotion, Demidov, in the new state security. Ahogy Móriczka elképzeli a Szovjetuniót és a szovjet rendőröket, hogy 83-ban volt egy hasonló próbálkozás a Gorki Park, akkor William Hurt szalomozott egy ladával a Szovjetunióban, de az is lehet, hogy egy Volga volt az a lada, mindegy, elég szórakoztatóan csinálta. He doesn't know who to trust. Please, you don't want this case. Where to turn? I have to have a witness, someone. Egyébként ezt a filmet, ezt a 44. gyermeket, ami amúgy egy könyvből készült, itt meg is mutatom, mert tanár úr kérem, én készültem. Egyébként van, hát ugye van a szovjet krimi, tehát ugye nyilván a krimit bármilyen történelmi háttérrel meg lehet csinálni, és meg is csinálják. Ez a sztálinos verzió, ez a hitleres verzió, ez is most jelent meg magyarul, ez is egy sorozat, vagyis hát ez egy sorozat, a másik nem az. Szóval minden színben, minden történelmi háttérrel van nekünk krimink, ez ugye a Szovjetunióban játszódik, de ezt már elmondtuk. És egy svéd, hát ki más rendezte volna, mint egy svéd, és hát nyilván ennek köszönhető, hogy a sok jó nevű angol színész mellett, ugye Tom Hardy, Gary Oldman, Charles Dance mellett, ugye a skandináv színjátszás legjava statisztál a nagy angol színészeknek. Nyilván ez, hát így fest a nemzetközi színész hierarchia, hogy a sztárok britek, vagy éppen amerikaiak, a mellékszereplők pedig svédek, dánok, norvégok, stb. Nem árt, ha tudja. Van még egy eset. Segítenie kell. Mert olyan fontosak ezek a kölykök. Ez az állat tovább fog ölni. Hogy állítjátok bíróság elé? Csak ti ketten. Valakinek muszáj. Bármikor meghalhat egy újabb gyerek. Én megállítom. De hát a sok svéd, dán és angol színész mellett feltűnik a franciák képviseletében Vincent Cassel, és hát szegény Vincent Cassel, amikor nagy nemzetközi produkciókban szerepel, akkor hát ilyen kidüllett szemekkel és kidüllett halántékerekkel sziszeg nagy gonoszul. Hát ilyen az élet. A franciákra ezeket a szerepeket osztják a nemzetközi koprodukciókban. Hát az alkotók megpróbálkoztak a lehetetlennel, hogy egy ilyen epikus, történelmi drámát összeházasítsanak egy kemény krimivel, és az egészben még valamilyen romantikus szállat is bedobjanak. Hát keveseknek szokott ez sikerülni, nekik sem nagyon sikerült. Kicsit olyan ez az egész, egyrészt ugye, ahogy Móriczka elképzelni, másrészt, mint hogyha, mit tudom én, a Dr. Zsivágóba oltották volna a Gorki Parkot. Erről jut eszembe, ugye Michel Pfeiffernek is volt egy ilyen orosz akcentusos filmje, ugye ez az Oroszország ház volt, Sean Connery mellett ilyen bájosan csicsergett Michel Pfeiffer ilyen oroszos angolan. The Germans were 4 kilometers from Leningrad on the south side. You can still see the marks of the machine gun fire in the old buildings in the outskirts. I love you. All my failings were preparations for meeting you. Hát nyilván ez egy bizonyos szinten, hogyha a színész eljut egy bizonyos szintig, akkor kijár neki egy ilyen orosz vagy szovjet szerep.
Szóval itt van ez a film, ami hát így sok pad között a földre esik. Egy ilyen korrekt, de meglehetősen steril, rengeteg irányba széttartó cucc. Ahogy azt Móriczka elképzelte, Móriczka modorában, és hát akkor a végére ide kívánkozik ugye ki másnak, mint Woody Allennek az aranyköpése, ugye, aki azt mondta, hogy kevesebb mint 2 óra alatt elolvastam a Háború és békét, azt hiszem az oroszokról szól, úgyhogy nagyjából így vagyunk ez a filmmel, azt hiszem a szovjetekről szól, 10-ből ez, szerintem ez 5. És hát ugye említettük a Háború és békét, és hogy ha már a klasszikusoknál tartunk, akkor itt van Flaubert klasszikusa, a Bovariné, és a Bovarinének egy ilyen nagyon mai, nagyon könnyed, majdnem azt mondom, hogy utógondozása, de nem utógondozása, után gondolása, vagy parafrázisa, kinek mi tetszik. Ça fait 7 ans que je suis revenu en Normandie, que j'ai repris la boulangerie paternelle. J'ai cru trouver ici l'équilibre. Itt van ez a Gemma Bovary című film, amiben a nagy francia színész Fabrice Lucchini, aki valamilyen péket játszik, már megint beleszeret a nagyon brit Gemma Artentonba, hát kihibáztatná ezért, mert hogy ugye Gemmában véli felfedezni Bovariné reinkarnációját, hát szegény Flaubert valószínűleg forog a sírjában. Gemma Bovary, husband of Charlie. Oh, this is France, Charlie. L'équilibre et la tranquillité, c'est raté. Aki viszont nem forog a sírjában, az maga August Strindberg, mert hogy Liv Ullmann a Zsüli kisasszonyt dolgozta fel. Meglestem magát a kertben, amint a rózsái közt sétál. Kivillant a vékony fehér bokája, és elárulhatom. Olyan mocskos dolgokra gondoltam, mint minden fiatal fiú. Egyébként meglehetősen hűfeldolgozás született Liv Ullmann. Hát rendezőként csak itt-ott írogatott bele a híres Flaubert-i sorok közé, hát nyilván lehet, hogy akkor Flaubert-i sorok a sírjában. Aki nem tudná, tehát nyilván a ma született csecsemőknek elmondjuk, hogy Liv Ullmann, hát kicsoda Liv Ullmann. Liv Ullmann ugye Bergman múzsája, meg annyi nagy Bergman film főszereplője, persona, jelentek egy házasságban, stb. Irány az IMDb. Ezt nem tehetem meg. És hogyha megparancsolom? A tűzzel játszik. Csókolja meg a cipőmet! Nagyszerű! És hát ennek a Zsüli kisasszonynak, amit ugye át a számtanszor feldolgoztak, két nagy filmsztárt sikerült megnyernie Ullmannak. Az egyik ugye a kanos lakály Colin Farrell, a kívános úrilány pedig Jessica Chastain alakítja. A hét úgy látszik, hogy a sírjukban forgó vagy nem forgó klasszikusok, és hát ugye még van ez a Stalin korabeli thriller is, úgyhogy Flaubert, Tolstoy és Strindberg után lehet, hogy Stalin is forog a sírjában. Hát forogjanak. Reméljük, hogy a báron sosem jön rá, hogy mi történt itt. A cselédszobában. Szent Iván éjjelén.